A nyáron este 9:30-kor egy szerelmi gyilkosság története című előadásban az esküvője előtti éjszakán a vőlegény egy pisztolylövéssel megöli menyasszonyát, mert az megcsalta a legjobb barátjával, majd vele is végez. A spanyol kisvárosban a vihar elől menekülve megáll családjával az udvaros Dorottya által alakított Maria, aki ezen az éjszakán érti meg, hogy élete ugyanarra tart, mint Rodrigo Piestrae, a gyilkosé. Tulajdonképpen, ha jól megnézzük, akkor ma is a vidám, szórakoztató művek körülbelül olyan arányban vannak, mint a drámai felkavaró művek. Tehát az emberek ugyanúgy vágynak arra, hogy felkavarja őket valami. És ezen keresztül egy másik szemszögből tudnak gondolkodni a saját bajaikon. A Kossuth és Jászai Mari díjas színész előadása a Teátrum Neked, Zentai Teátrumi Napok elnevezésű rendezvénysorozat záró eseménye is volt egyben. A teltházzal ment minden előadás, óriási siker volt minden előadás, polgármester úrtól a képviselőkig, a kamaraszínház vezetőitől kezdve a nézőkig, mindenki azt igazolja vissza nekem és a kollégáimnak, hogy érdemes volt belevágnunk, és várnak bennünket vissza. A szervezők éppen ezért abban bíznak, hogy folytatódhat majd a Teátrum Neked, Zentai Teátrumi Napok rendezvénysorozata, amelyet idén első ízben hívtak életre.